Szevasztok! Ismét egy ilyen Levi mindennapjai című részhez érkeztünk, mégpedig azért, mert szintén most nem egy dolgot fogok lefedni, hanem van ebben a pár napban egy pár apróság, amit meg kell csinálnom. Mint ahogy itt láthatjátok, mögöttem itt van a már jól ismert GTR, ahol rájöttünk egy apró hibára, amit most orvosolni fogok, valamint egy kis fejlesztés is fog történni, mégpedig annak ügyében, hogy kapni fog egy versenyfékbetét szettet, ehhez fogom majd felszabályoztatni azt a tárcsát, ami van neki, valamint hát most még itt teljesen be van szegény burkolva, úgyhogy nem tudom nektek megmutatni, hogy miről van szó, de majd szétszedem, aztán megmutatom úgy. A turbónak, ugye ez ilyen nem vészgétes szabályzású, hanem ilyen kis aktuátoros belső szabályzású mind a két turbója, és az egyik turbóról a szabályzó rút kis rögzítő gyűrűjét folyamatosan ledobja, és emiatt az alsó fordulatszám tartományokba elgyengül az autó, mert ugye ott nem lesz ezáltal turbonyomás, úgyhogy azt most szét fogom szedni, ott kicseréljük mind a két szabályzó rúdnak a rögzítő kis zéger gyűrűjét, hogy ne történhessen ilyen probléma, meg egy pár ilyen nagyon apróságot kell rajta orvosolni. Itt van már Bencének, Kurucsai Bencének az S13-asa, ezt el fogom kezdeni a héten előkészíteni a motorkivételre, mivel elég nagy upgrade-eket kap, turbó, injektorok, szinterkuplunk, stb. Szóval egyszerűbb kivenni a motort ezekhez a módosításokhoz, valamint el fogom kezdeni Daninak az S14-esét megkuplungozni, úgyhogy most ilyen kicsit ilyen össze-visszaság lesz, de igyekszem mindent úgy megmutatni nektek, ahogy szoktam, hogy azért élvezhető legyen. Úgyhogy most a GTR-rel fogok kezdeni, először szétszedem a féket, aztán meg a motorteret, aztán majd haladunk, ahogy a végére érünk a dolgoknak. Oldalt, és mindjárt megpróbálom nektek megmutatni. Ugye ott látszik, ide leteszem a lámpát, igen, és itt látjátok? Ez itt le van ugorva erről a kis karról. Itt megpróbálom, úgyhogy látjátok? A turbónak a szabályzó kis ablakocskát ezzel a ruddal, ugye itt vákummal vezérelve nyitja és zárja, és mivel ez le van itt fittyenve, ezért folyamatosan nyitva van a kis ablak, mert a kipufogó gáz az nyitva tartja, és emiatt nem volt nyomás. Ugye ez amiatt van, mert a gyári felújító készletben nagyon sok minden benne volt itt, viszont az a gyűrű az nem, úgyhogy a gyárit kellett visszaraknom, viszont az már öreg volt és régi nem bírta. Ott a másik turbónál, hát próbálom úgy, hogy lássátok, igen, ott fönt van, ott viszonylag jó állapotú is, de biztos, ami tuti, azért azt is ki fogom cserélni. Meddig ugye várom, hogy a GTR-nek kész legyen a féktárcsának a felszabályozása, addig gondoltam, hogy hasznosan teljen az idő, addig elkezdem szétbombázni a Bence-féle SX-nek a motorterét. Igazából annyi van, hogy Bencének otthon elég sok szabad ideje volt, és elkezdte magának szétszedni, ez abban merült ki, hogy a kulercsöveket ott szívoldalon leszette, meg egy-két apróságot, amit látok.
De úgyis minden át lesz alakítva, úgyhogy ez nem gond egyelőre. Meg Gab fűzte ki nálam valamelyiknek a kábel köteget, mert ugye ez is maxekus lesz, és átalakítja a köteget. Egy zsírúj maxekus köteget fog kapni majd Bence készen, amit Gab jelen pillanatban is csinál. Nekem pedig az a dolgom, hogy még eltávolítsam a hűtőrendszert, a kúlercsövezést, a szívócsövezést, akkor a szervószivattyút, akkor lekössem leereszem a váltóolajat, lekötöm a kardánt, és utána jöhet majd ki a motor. Ez nem ma lesz még, hanem valószínűleg holnap, vagy amelyik nap majd úgy tudok helyet szorítani, hogy kényelmesen ki tudjam menni, mert ugye közben folynak a munkálatok, szóval így egyszerre párhuzamban most 3 autót csinálok, csak próbálom szépen kihasználni az időt, hogy átfedésben legyenek a dolgok. Úgyhogy most jöhet ez. Kúlercső, hűtő, ilyesmi, aztán ugrik ki a motor. Elindítom a videót. Szép is jött. Ugrottunk egy kicsit az időben, mert közben megérkeztek a féktárcsák, a Dániel is megérkezett a féktárcsákkal együtt. Megérkeztek a féktárcsák a GTR-re, ezt gyorsan összeraktam, meg a szívoldalt is, és már közben el is kezdett Gab dolgozni az autón, ugyanis van ennek az oldali tükörnek egy valószínűleg elektromos hibája. Behajtja a tükröt, mivel ugye ezek elektromos behajtású tükrök, ugye 90, nem tudom hányról beszélünk, úgyhogy még... Micsoda? 95? 96-os azt hiszem ez a kocsi egyébként, de mindegy, lényegtelen. Szóval Japán, igen, már akkor behajtható tükrök voltak elektromosan, gombnyomásra. És ott van egy kis elektromos bibi, nem hajtja be, viszont ha te kézzel behajtod, akkor viszont kihajtja, de ettől függetlenül arra gyanakszunk, hogy tükör hiba lesz. Ezt most Gab mögöttem elkezdte már felderíteni. Yep. Viszont ő dolgozik közben egy érdekesebb dolgon is, amit megmutatok mindjárt. Mégpedig ennek a motornak ugye egy teljes maxeku köteget csinál, és elkezdte a kötek felmérését, amit itt most mutatok, hát ebből a magam fajta sokat nem biztos, hogy lát, csak pálcikákat meg gömböket, de oda van írva, hogy body, meg hossza, GND, M8, ezek micsodák? Típusok? Test. Ja, ground. És KLTG, vagy CLTG. Aha. Ja, ez szóval ilyenek vannak. Úgyhogy itt zajlik az élet, Dániel is megérkezett, közben már mindjárt ennek az autónak a helyére bekerül az övé, és elkezdjük a kuplungozását, amint Gab végzett a... Aha, igen, itt kezdjük el. Mert csak összerakásnál fogjuk áttolni a csáposra. Itt veszed le? Aha, igen. Úgyhogy azért lesz izgis, azért videózunk, hogy mégis hogyan történik meg. Ja, úgyhogy ez most még neked is újdonság volt. Dániel meglepődött, közben a statív az megtámadja. Jaj, ezt akartam még megmutatni, mert ez nagyon kicsi a hely, és nem fért el, hogy így néz ki az a kis, ez a kis rögzít, majd a kamera nem fért oda be, ahova kellett volna videózni. Szóval, na, ha fókusz találunk, igen, így néz ki ez a kis rögzítő gyűrű, ami a turbó szabályzó rúdjának a végét a tengelyen tartja, ezt cseréltem ki, úgyhogy szereztem egy párat tartalékba. Úgyhogy Gab most azt még befejezi szépen, vagy hát először csak felmérjük a terepet, utána ezzel kiállunk, és jöhet be az S14. Hol van Tibor? Lett ma még egy látogatóm Tibor személyében, akkor nem tudom, hogy hova bújt. Megpróbálom, itt van Tibor. Szervusz Tibor! Azt kell tudni Tiborról, hogy ő már azért motorozik egy pár éve, és elhatározta most teljesen inkognitóban és csöndben eltitkolva a barátai elől, köztük engem is, meg mindenki mást is, hogy vásárol egy motort. Úgyhogy mivel most Bobo nem véletlenül van itt, ezért kaptam az alkalmat, hogy megkérjem, mutassa meg, hogy mit vásárolt. Hát ezt. Ő az új
Gépsárkány, mit kell róla tudni nagyon röviden, nagyon tömören? Kágy, 800, női, ugye, az ezres a normális embereknek való, én csak ezt mertem így bevállalni így elsőre. Ugye, én enduroztam már kiskorom óta, de így ilyen téren nem volt még a rutinom, szóval így... Úgyhogy gyorsan egy 600-as gigszerről kellett ülni. 600-assal, igen. Ideje meghalni. De legalább gyorsan. Jó, Flash. Check engine világít rajta. Igen, mert gyújtásra raktam már neked. Amúgy ja. Itt igen. Most fordult át. Pont idefele jövett 37 000 valós kilométer. Amúgy tök szép állapotban van. Figyelj, nem biztos, hogy valós lehet. Most érted a csatot, bármikor le lehet húzni. Te is ezt fogod csinálni? Nem tervezem, hát most kibasszak át. Magadat. Jó. Na. Hát ezt pont te mondod, bassz. Megröffented? Ja, persze. Remélem, azért beindul. Jó, testes mocó. Visszaülögetett azért, mert már itt vagyunk egy ideje. Gratulálunk Tibor a gépjárműhöz. Viszont a lényeg, amiért Tibor itt van, amiért késik a dolog, az itt lapul bent, nem véletlenül ül a kis Datsunomnak ennyire a segge. Még ő se látta. Pull. És... Tadáá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 á
hogy azok nem kerültek vissza, pedig azok a gyári dugattyúk hajtókarokkal. Hát ezt most mindjárt nagyizmosan elkapjuk, bevisszük a műhelybe, aztán kicsomagoljuk, vagy nem vagy annyira kíváncsi? Hát még jó, hogy megnézik, baszott. Ide kell a slagot rácsatlakoztatni? Igen. A kerti csapat. Ez egy locsoló rendszer, igen. Elég drága locsoló rendszer. Hát ott rádugod a csapat, és ott középen nyomja ki a vizet össze-vissza, nem? Igen. Hoppá. This is the brand new forged internals. Ez, ja. Hát ez benne van valóban. Igen. Nagy sűrítés, megfújva. Az bizony. Ez ütőkártya. Az bizony. Egy-három fejtömítés. Megtőcsavarozva. Az olcsó egyébként a tőcsavar. Igen. ez elvileg a két kopiszenzor. Ilyen kopiszenzor? Aha. Azt néztem. Pedig az ilyen izé szokott lenni, ilyen nagyon felületen tömítés. Azokat hagyd meg. Az itt marad. De hogy használható. Ja. Jó, pedig pont itt a lényeg. Mi fogja ezt vezérelni? Ja. Micsoda? Mi fogja ezt vezérelni? Maxeku. Nem kérdés. Nem adjuk a lámp. Ja. Hát a kapunk rá egy kis támogatást. Hát ezzel ennél az asztalnál én csak erről beszélek amúgy, hogy, hogy Maxeku támogatás. Igen. Ez a Maxeku támogatás kérül? De tényleg. Hát annyi, hogy ezt én még kívülről nyilván meg fogom pucolni, vissza lesz korongozva, le lesz szépen festve a motor, hogy azért jó legyen a dolognak a fokája. Megforgat még itt? Hát annyi, hogy most főtengel jelöl. Azt mondom, hogy olyan időt csak igen. Tehát a kajakba. Kapd el a... Kézzük, ne szomuljon be. Jó, bemelegedett a napon. Ezt? A fogítra. Na forgatod. Azt a fejét akarnak hozzáállni, nem? Az a látni. Itt vannak. Ja igen, a... Ugye, ARP lefogató csavarszett. Itt is ugye látszik a ARP 2000-ek a kovácsolt hajtókarokon. Szépen. Ugye annyit kell tudni az egészről, hogy nulláson alapméreten maradt a főtengely, csak föl lett polírozva. Szépen alapméreten vannak a támcsapágyak, nyugvócsapágyak, valamint a hajtókarcsapágyak is. ACL. Minden ugye ACL versenycsapágy, az összes létező csavar
ami lefog forgó alkatrészt, főtengely, hajtókar, minden ART csavarral lett megcsinálva, úgyhogy ennek bírnia kell a rakkendrolt. Forgassuk meg! Mi a gyújtás sorrend, Tibor? 1-3-4-2. Nem valami 1-5-3 vagy 1-5-2? Hát én nézek, hogy miből hozom a kegyet a dugót. De hát nem tudok számolni. Ez ugye forog együtt az 1-es meg a 6-os. Igen. Akkor az 1 legyen mondjuk 4, legyen mondjuk 3. Egy legyen 5, 6, 2, 3. Hát itt azért hosszú nagyon a, ugye az erőkar. Most egy esert átforgatsz, mert ott sokkal kisebb, ott csak ennyit kell átforgatni, a tömege is kisebb hát a főtengelynek. Meg persze, meg a gyűrűk is. Meg ugye csűrűk. Annyi ugye, hogy izére lett 87-re van felfúrva. A furat ugye gyárilag 86-os. És ugye ehhez rendeltünk egyedi kovácsolt dugószettet. Jó kimmon. Hát azért kell jó vastag. Tömcsik. Egy maga itt is, aha. Ja. Ez a rész is. Ja. Hosszántos. Rakhatunk többet is, hogyha úgy. Kett! Lehet érzit kérni egyébként a komatiktől aztán. Igen. Azt is lehet, ha jól tudom, szerencsére nagyon lenni. Vastag a izé. Szóval a gyári jaj. Valami 0,9, az meg 1,3. Jaj. Úgyhogy. Ja, jó flash. Lekaptam Dani kocsijáról végre a váltót, ott van már a kuplung hátul, mert Gab segít elvinni holnap a Szabikhoz, mert ott lakik hozzá közel. Úgyhogy hát rettentő tré állapotban van a kuplung, a nyomólapok el vannak ferdővel, föl van égve, a tárcsa az romon van, úgyhogy jogos volt. Ja igen, egy jó minőségű kuplung van benne. Ugye ez egy kérdőjel volt, és kiderült, hogy egy jó minőségű, dupla tárcsás kuplung van benne, meg is mutattam inkább, az a biztos. Ez már volt kint megint. Igen. Hát... Húzom a... Kicsit, hát az a baj, hogy olyan, mint hogyha ha sötét lenne, pedig amúgy nincs sötét, csak a kamerán látszik úgy. Hát, ja, oda van eléggé, Gab holnap. Elviszi, addig itt elcsillezget a kocsi, ahol... Mutassuk már akkor az izét. Ja, hát vannak érdekességek, megint csak sikerült találni. Hol van? Visszaraktad? Bele vagy izzom, mit csinálsz? Rendesen vizes. Most a szar dönnye megfogja. Mindjárt mutatjuk. Hát ilyen hegesztek. Hogy látszik? Nem, ez így jó volt. Ez a short. Ez a short shifter. Ez amúgy olyan, mint egy békafej. Tényleg? Na, úgyhogy... Felvén van fel. Az jár is, meg is már van. Az volt a baj egyébként az embernek, hogy túl hosszú volt a vártúr. Olyan, mint a mellé hegesztették volna. De tényleg. Ja. Hát borzasztó minden esetre. Úgyhogy ezeket a dolgokat orvosoljuk, kuplungot megcsináljuk. Aztán folyt kövít, most lezárom ezt a videót, mert elég sok mindent csináltunk ez alatt a másfél, mondhatni másfél nap alatt. Gab is jól haladt, Dani asszisztált nagyon ügyesen, mint aki ért hozzá. Úgyhogy ennyi, találkozunk legközelebb, szevasztok! Dani is elköszön.